Sziasztok, kedves nézők! Köszöntöm az M3 Auto Park nézőit és a YouTube csatornánk nézőit is. Tartsatok velünk, nézzétek meg új szerzeményünket, egy Ford Focus-t, amit kínálunk nektek ugye megvédt erre. Remélem egy kis kedvet majd kaptok hozzá, hogyha megnézitek a videót. Körbenézzük a járgányt Ferivel, Pettivel és Concertoval, meg itt velem, itt a háttérben. Én megmutogatok egy-két dolgot, aztán vissza fogunk menni a kereskedésünkbe, mert ugye eljöttem egy kis körutazásra. Szó szerint egy ilyen kisebb körről van szó, pár száz métert megyünk vele, vagy egy kilométert, és megnézzük kívül belül a kocsit. Tehát először is, mint láttátok, itt van velem a szervizkönyve, vezetett Fordos márka szervizes szervizkönyve van, az autón 2010-es friss műszak is, 1.4-es trend kivitel, 80 lovas az 1.4-es benzinmotor benne, van egy 5-ös váltó hozzá, egy jó manuális klíma, én ezt most teszteltem előbb, letekertem ide a hidegre, és irgalmatlan jó, kellemes hideget fúj, tehát jó a klíma benne, a fűtés is, mert a fűtés is kipróbáltam, van egy jó kis AUX csatlakozós gyári CD-s rádiónk, amit szintén kipróbáltam, nézzétek csak. Szerintem ezt hagyjuk, nem? Tehát működik benne a CD rádió, mindenki hallgasson benne, amit akar, de ezt ne, ezt ne, tehát ez kicsit sok. Ilyen szép az ülése különben, nem véletlen, nagyon alacsony kilométerfutás autó, arra is rátérünk majd mindjárt. Kicsit elmegyek mellettem, hogy jön egy autó, így, és akkor van két kulcsunk, hiszen jár a motor, van itt nálam egy ilyen bicskás kulcs, kis Ford emblémát elhajtjuk, bedugjuk a kulcsot, el kell fordítani egyszer balra, kipattam, és aztán jobbra, de ez kell két kéz. Így nekem már sikerült is ezt megoldanom. Tehát itt van ez a 16 szelepes benzinmotor, megfelelő folyadékszintekkel, és 2024. 28-án, tehát egy évvel ezelőtt 71 ezer kilométernél volt egy szerviz a szerkezetünknek. Ez benne van a szervizkönyvében, és Ford márka szervizben történt mindez. Itt minden a helyén van, minden normális, kultúrált, épp kézláb, úgyhogy én ezt becsukom, kihúzok a kulcsot, Ford emléba vissza, és már is tökéletes a kis szerkezetünk. Szép lámpái vannak, mint látjátok, kötfényszórok pedig egészségesek, ott alul a lökhárítóban található. Oldalindexes is, és EcoSport a fantázia neveit oldalt, amit a Fordék tettek rá. Nézzük a karosszériát meg. Aki nem fér el benne, az egy utánfutót nyugodtan ráakaszthat, ez egy Thule márkájú vonóhorog. Itt benne egy ajándék téli szett, ez pedig egy lemez felnire szerelt téli gumiszett. El is fér benne kényelmesen, tehát tudjátok, hogy ilyen jó nagy csomagtere van, hogy ez a négy nagy kerék kényelmesen el van benne, sőt, még gurul jobbra-balra is, vagy előre-hátra, ahogy én mentem vele. Nagyon szép az ülése, mutatom nektek. Narancs és szürke-kékes színű. A komplett belseje, tökéletes, dohányzásmentes, itt a kalap tartója, mert most nem tudjuk oda betenni. Hátul kézzel tekerjük az ablakokat, van ugye előlégzsák, oldallégzsák és függönylégzsák. Ez is üzemel benne, hiszen nincsenek hibakód, lámpák ugye a szemben lévő műszerfalon, mindösszesen annyi, hogy nem vagyok bekötve és be van húzva a kézifék. Ezt is meg fogjuk tenni, de először bekötöm magam. Na, akkor egy lámpa kialudt, meg még egy. Nagyon jó. Leálltam nektek és újraindítom a kocsit. 77, 282. Tehát, mint látjátok, tökéletesen üzemel a szerkezetünk, könnyen indult, jól jár benne a motor. És már kuplungolok is egyet, egy egyesbe, és mehetünk vissza akkor a telephelyre. Majd kanyargunk egyet párat jobbra-balra, egy-két kanyart teszek vele, előre kapcsolok, meg visszakapcsolok. Ugye van benne bordkomputer, ez a kis kapcsolóval lehet ugye kapcsolgatni, szemben látható ugye fogyasztásokat tudtok nézni, átlagfogyasztást, meg megtehető utat még az üzemanyag mennyiséggel. Hátul sajnos egy kicsit dülöngélnek a gumik.
Jó kis bőrkormány van előttem, szép, nincs megkopva. Most teszünk itt egy jobb kanyart. Jól kicsavarom a kormányt, hogy aki akarja hallgatni, esetleg lenne valami gondja itt a féltengelyne. De nincsen. Csinálunk egy jó kis balost, ide is rátekerem jól a kormányt. Tövig kicsavartam. Azt is jól viselkedett. Mint látjátok, ugye félkézzel könnyedén lehet csavargatni a kormányt. Nem nehéz benne semmi, sem a kuplunk, se a váltórudazat. Ez is könnyen kapcsolható. A szélvédő épp, mint látjátok, nincsen rajta hiba, sérülés. Itt vannak a kis gumiaink hátul. És ez is bőrbe vonatot kapott. Még egy ötödiket is gyorsan nyomok, és itt szépen elmegy 50-nel is ez a kis masina, 8 lóerős benzinmotorunk. Most már nyomtam egy 3-as neki, és akkor megnézzük, hogy egy kicsit így rájítok a gázra. De megérkeztünk sajnos, vagy szerencsére, visszajöttünk a telephelyre, tehát itt lesz ez a masina, ide szépen betolatok. Gyertek be ezért a kis járgányért, hiszen biztos jól jártok fel, egy 2010-es autót mutattam nektek, ezzel a 77 000 km futással szervizeltem, téli-nyári gumival, ami költségmentesebbé teszi ugye karbantartást, meg hát a téli-nyári átállást ilyen szempontban. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek be máskor is hozzánk a kereskedésbe, az M3 autóparkba, ahol mindenféle masináink vannak. Tehát nem csak Ford, hanem minden egyéb. Gyertek be, személyesen nézzetek körbe, próbáljátok ki, nézzétek át, legyen a tiétek bármelyik vas. Köszönöm, hogy velünk voltatok, kérek egy ilyen jelet a videónk végére, ha tetszett, ha nem. Nagyon köszönöm ezt nektek, és legyen szép napotok továbbra is, a viszontlátásra.